cinkot, hogy nagy icce története. Történt egyszer, hogy a cinkotai plébános püspök szeretett volna lenni. Meg is írta Mátyás királynak, hogy így meg úgy ő már eleget plébánoskodott, tegye meg a király püspöknek. Mátyás király megüzente, hogy püspök lehet, ha megfelel az ő három kérdésére. Hol kell fel a nap? Mennyit ér a király? Mit gondol a király? Ha ezeket a kérdéseket a plébános megválaszolja, akkor püspök lehet. De ha nem, még a plébánosságból is kiveti. Búna kereskedett a plébános, mit feleljen ő ezekre a kérdésekre? Egyszer csak oda cseppent mellé a kántor. Látta, hogy a plébános igen lógatja az orrát, és megkérdezte. Mi bántja úgy a plébános urat, hogy így búnak adta magát? A plébános elpanaszolta, hogy hogy járt Mátyás királlyal. A kántor azt mondta, na ezért cseppet segye magát a plébános úr, adja ide a reverendáját, majd én elmegyek és megfelelek Mátyás királynak. A plébános nagy vonakodva, de csak odaadta a reverendáját a kántornak, és az megjelent Mátyás király előtt, mint cinkotai plébános. Mátyás király megkérdezte, no plébános úr, hol kell fel a nap? Felségednek Budán, nekem cinkotán, válaszolta a kántor. Hát aztán mennyit érek én? Kérdezte a király. 29 aranyat, vágta rá a kántor. Hát ugyan bizony, miért pont 29-et? Mikor Krisztus urunkat Júdás elárulta, 30 aranyat kapott érte. A király nem ér annyit, mint Krisztus urunk. Egy arannyal olcsóbb. És arra mi a válaszod, hogy mit gondolok én? Tette fel a király a harmadik kérdést. Felséged azt gondolja, hogy a cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai kántor vagyok. Megtetszett Mátyás királynak az okos beszéd, és azt mondta a kántornak. No fiam, amiért ilyen okosan feleltél a kérdéseimre, teljesítem egy kívánságodat. Mi legyen az? Én azt kérem felségettől, hogy a cinkotai icce kétszer akkora legyen, mint máshol. Mátyás király rögtön el is rendelte, hogy tegyék törvénybe a dolgot. Mire a kántor hazaért, cinkotán már kétszer akkora volt az icce, mint máshol. Csak azt felejtett el hozzátenni, hogy az ára ne legyen kétszer annyi, mint eddig volt. Ennyi volt, mese volt, a mesének vége volt.